Hatalmas tömeg előtt tartott előadást július 18-án csütörtökön este a világhírű Páter Henri Pulád alexandriai jezsuita szerzetes. Magyarországi tartózkodása alatt a szerzetes több lelki gyakorlatot is tartott, valamint Pécsett és Püspök Szent Lászlón is előadott. Pulád atya az est folyamán arról beszélt, hogy az Istennel való kapcsolat miként formálja az ember lényét, miként teszi otthonosabbá önmagában. Az előadás után Pulád atya több mint egy órán át dedikált a könyveit. Az Egyiptomból érkezett szerzetes csütörtök reggel megtartott kopt szent miséjét és az esti előadást tartalmazó DVD megvásárolható a Mária utcai Jézus Szíve templom bejáratánál lévő Kiskorda könyvesboltban. Pulád atya az Ember három személyiség zónája című előadását vasárnap az Angelus után tekinthetik meg itt a Bonum TV képernyőjén.